Aparhanton és a környező településeken a Pécsi Egyházmegye plébánosaként teljesít szolgálatot Barta Zsolt. Papként nem csak lelki útmutatást ad, de a népi hagyományok ápolásában is példát mutat közössége szűkebb pátriárkája számára. Nagyszülei aktív hitéletet éltek, és ez a vallásos légkör, valamint szülei, nagyszülei kapcsolata a néptánccal már gyermekkorában megérintette Zsolt atyát. Nagyon sokat köszönhetek szüleimnek, nagyszüleimnek, hisz a hitvilágába ő vezettek be. Az ősök anyai ágon székelyek, apai ágon fölvidékiek, és mind a két világban jelen volt a hit világa, amit magamba tudtam szívni. Aparhanton laknak az anyai ág nagyszüleim, ahol most plébános is vagyok, és ott volt egy példaképem, 90-es évek elején már meghalt Sebestyén András atya. Az ő hitvilága, az ő egyházhoz való hozzáállása, emberekhez való viszonya is nagyban segített abban, hogy most, mint plébános beszéljetünk. Az ember ember kell maradjon. Tehát függetlenül attól, hogy mit vállal, milyen hivatást vállal, vagy milyen tisztséget vállal, tehát az emberségét kell belevigye, beleemelje. És akkor úgy gondolom, hogy meg tudjuk találni azt a közös pontot, ami ebben segít. Barta Zsoltot 2007-ben szentelték pappá, szakcson, majd hosszú hetényben teljesített szolgálatot. Amellett, hogy lelkipásztorként legfőbb feladata, hivatása, a szentségek kiszolgáltatása és a lelki útmutatás, mégis mindig igyekszik saját maga és közössége számára is élhető, megélhető hétköznapokat kialakítani. Arról is kérdeztem, vajon közösségi ember napjainkban egy pap? Az is kell legyen, imádságnak az embere is kell legyen, az egyházhoz tartozónak is kell vallja magát, hisz őt képviseli. Szóval elég színes világ, igen. Először meg kell szokják a papot, emberségében, temperamentumában, hozzáállásában, de úgy gondolom, hogy az emberek hajlandók erre. Székely gyökereit, az erdélyi kultúra kincseit gyerekkorában ismerte meg. Édesanyám és apai ágon nagymamám ő táncolt. Mivel, hogy ugye kisgyerek voltam, ezért meg kellett oldani az őrzésvédést, ezért elvittek maguk tánc próbákra, és ott az a világ nagyon tetszett. Még az is öröm volt, ugye, hogy abban a korban, abban az időben fel tudtam építeni, illetve tudott adni magának egy táncsoport táncost is és zenést is, úgyhogy mindig zenekarra próbáltak. És ez engem elvarázsolt. Zsolt atya jelenleg is a Hőgyészi Székelykör Bokréta néptánc csoportjának tagja, és igyekszik hivatását és szabadidejét összehangolni. Elsősorban a feladataimat teljesítenem kell, tehát azt nem tologathatom, meg nem hagyhatom el. Az az első is, ahogy ez alakul, úgy alakul a táncos világ is. Amikor van időm, csak akkor tudok elmenni próbálni. Most is lennének föllépések, de nem tudom vállalni, mivel hogy a hivatás az köt, és az az első, de amikor tehetem, akkor jelen vagyok a közösségben, csapatban. Természetesen arra is kíváncsi voltam, vajon hogyan fogadta a néptánccsoport az egyház emberét. Akkor volt a nehézség szerintem a tánccsoport tagjai között, amikor ugye jön egy új táncos, és akkor az évben mutatják, tehát én nem tagadtam le azt, hogy pap vagyok. Tehát ezzel kellett a csoport valahogy küzdjön, de nem okozott szerintem olyan nagy küzdelmet nekik. Barta Zsolt 2018-ban táncos párjával, Csöglei Gabriellával Sebestyén Bada Ferenc díjat kapott. 2019-ben pedig Miklós Klementina párjaként Fülöp Ferenc díjjal ismerték el hagyományhű, hiteles előadásmódját. A hagyományunkat megpróbáljuk fönntartani, életben tartani, és egyrészt át is adni, és ehhez adódott ilyen alkalom, hogy megmutassuk magunkat. Tehát vannak csoportos díjaink is, van szólótáncbeli díjak is, de én úgy vettem,
Tehát én mindig a Hőgyészi Székely Bokréta Néptán csoport színeiben mozgok, tehát nem magam kettelése szerint, hanem én tartozok valahová, őket nagyon szeretem, sokat is köszönhetek nekik, és az ő színeikbe történt a megmérettetés. Kérdésemre azt is elmondta, igenis egy pap is táncolhat, sőt, szívesen részt vesz a próbákon kívül rendezett, csupán a tánc a közösségi együttlét öröméért szervezett táncházakon is. És hogy a néptánc és mindaz az öröm és felszabadultság, amelyet eközben megél, mennyire szívéből jön, azt hiszem, a felvételt nézve nem is kérdéses.